Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket, ez itt a Sportforum, ahogy tetszettek látni, interaktív, élő adás. Az itt látható telefonszámokon, illetve interneten eltetszenek bennünket írni. Már jöttek kérdések, nagy tisztelettel köszöntöm dr. Tóth Bertalan alpolgármester urat. Jó estét kívánok. Sportért felelős alpolgármestert és Fuchs Gábort, Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elnökét. Jó estét. Hát sporttámogatásokról fogunk elsősorban beszélgetni, amikor legutoljára itt voltunk, akkor arról beszéltünk, hogy rövidesen döntés születik. Mennyi pénz áll rendelkezésre, ez a pénz kevesebb, mint a tavalyi, vagy pedig több, vagy csak a látszat az, hogy esetleg kevesebb, mert sokan úgy érzik, hogy valamivel kevesebb pénz jutott Pécsváros sportjára. Elnök úr? Valamennyivel kevesebb, ez való igaz. Effektíve 10 millió forinttal lett kevesebb idei évben az ifjúsági civil és sport támogatási keret az önkormányzat költségvetésében. Ugye, mint az köztudomású, a bizottságunk az nem csak a sport szektor támogatásáról, finanszírozásáról hivatott dönteni, hanem hozzánk tartoznak az ifjúsági civil szervezetek és a diák önkormányzatok is. Tehát így ebből a keretből egy 10 millió forintos főszeg csökkenés az valóban reális. Már is egy kérdés érkezett, hogy nem lenne érdemes átdolgozni a kritériumokat, itt a sporttámogatásokról van szó, tehát hogy egyáltalán jó-e a sporttámogatás mai rendszere, és azok a feltételrendszerek, amelyeket akár a bizottság, akár a város vezetése meghatározott. El kell mondanom, hogy a sportágazat az elmúlt időszakban ahhoz képest, hogy valóban csökkent a támogatás mértéke, ugye emlékszünk a 2007-es költségvetésre, amikor 20%-kal kellett csökkentenünk a támogatási főösszeget. Ennek ellenére nagyon, nagyon szép teljesítmények vannak, és nagyon-nagyon szép eredmények. Én azt gondolom, hogy ez ennek a kritériumrendszernek is köszönhető. Nem csak a sportkoncepció tartalmaz, ez abból kiolvasható, hanem a bizottság végig folyamatosan minden évben ezek alapján hozta meg a döntéseit. Nyilván, amikor egy pénzügyi-gazdasági válság közepén vagyunk, akkor akár a szponzorok tekintetében, akár egy önkormányzati támogatási rendszerben a sport áldozatú szokott esni. Mi azért dolgoztunk, és azért javasoltuk, hogy legalább a főösszeg minimális mértékben is csökken, de maradjon a tavaly évhez viszonyított mértékben, hogy tudjuk finanszírozni az alapműködést. Én azt látom, hogy azzal, hogy csökkent a támogatás, egy kicsit jobban rá voltak szorítva az egyesületek arra, hogy támogatókat szerezzenek, és a sportegyesületek, sportszervezetek ebben nagyon ügyesek voltak az elmúlt években. Elnök úr, mindjárt átadom a szót, csak itt közbeszúrom, hogy ugye a kategóriás egyesületekre 191 millió forint jutott, legalábbis az én kimutatásom szerint. A legnagyobb érvágás, vagy a legnagyobb felzúdulása a vízilabda csapattal kapcsolatosan volt, ők a tavalyi 20 millió forint helyett 13 milliót kaptak. Fölmerül a kérdés, hogy miért? Én visszatérnék egy picit az előző kérdésre, a kritériumrendszerre, és kiegészítve a polgármester úr által elmondottakat. Most már ez a harmadik év, amikor a bizottságunk egy négy pillérből álló kritériumrendszer alapján vette figyelembe a pályázatokat, és ez befolyásolta a pályázati összegeket. Ez a négy pillér az eredményesség, közönség vonzó erő, a sportág városi hagyományai és az utánpótlás nevelés. Ezzel a négy pillérrel igazából az elmúlt három évben is mindenki egyetértett, és azt mondták a sportvezetők, egyesületek, hogy igazából ez egy jó rendszer, ami alapján tudunk döntést hozni. A konkrét kérdésre válaszolva, ugye a vízilabda sportra vonatkozóan, én nem gondolom, hogy itt akkora felzúdulás lett volna. Az elmúlt években nagyon-nagyon sokan kerestek, érdeklődtek, kutatták annak az okát, hogy pontosan a kiemelt egyesületek, vagy akár a három éves szerződések, azok hogyan és miként jöttek létre. Én azt gondolom, hogy volt egy irány az ez évi döntésünk után, ami egy nagyon téves irány volt, amikor politikai párhuzamot véltek néhányan felfedezni a döntés mögött. Abszolút nem erről szól a történet. Az a durván három éves tapasztalat és a négy pillérből álló kritériumrendszer alapján hozta meg a bizottság ezt a döntését, amely felhalmozódott ezen három év alatt. Tehát én
tisztában vagyok azzal, hogy természetesen az érintettek számára ez nem egy örömtelés, nem egy pozitív dolog, de azt gondolom, hogy nekem személy szerint is, mint a bizottság elnökének, a város sportjának egészét kell figyelembe vennem, és nem egyes csapatoknak külön az érdekeit. Ettől függetlenül rendkívüli módon tisztelem azt a munkát és azokat az eredményeket, amelyeket a vízilabda csapat elért az elmúlt években, akár említhetjük ugye csak a LEM kupás szereplésüket, amire a tavaly évben is külön támogatást adott még a bizottság is, ezzel is elismerve azt a kimagasló eredményt, amilyet ők elértek, de gondolom majd későbbiekben szót váltunk a sportkoncepcióról is. Tehát a városnak a teherbíró képessége az valahol véges. Tehát ezt majd a sportkoncepcióban is el kell dönteni, hogy mik azok az irányok, mik azok a dolgok, mik azok a sportágak, amelyeket elbír a város. Érkezett egy kérdés, bocsánat, hogy közbeszólok, a sportkoncepcióval kapcsolatosan. Tegnap vendégem volt három prominens képviselő a Pécsváros sportjának, sportvezetők, Czerpán István, Pap Gábor és Danyi Gábor. Nagyon sokat beszéltünk erről, hogy a jelenlegi sportkoncepció érvényben van-e, ugye ez 2004-ben készült, igen, ha jól tudom, illetve fontos lenne ennek átdolgozása, magyarán szóval aktualizálása, mert hogy az élet változik, és változnak a sportban előforduló paraméterek is. Mindenféleképpen fontos ennek az aktualizálása. Egyrészt azért az elmúlt 5 év az nagyon sok változást hozott, mind a sportban, globálisan, mind Magyarországon, és Pécsvárosában is természetesen. Azért is kell foglalkoznunk ezzel a kérdéssel, mert a sportkoncepció az 5 éves érvényességgel született, tehát ebben az évben le is jár. Elkezdtük ezt a fajta munkát, a város sportéletének meghatározó személyiségeit, azokat a vezetőket, akik úgymond ebben a táblázatban, az A és a B kategóriában szerepelnek, azon egyesületek vezetőinek én személyesen írtam egy levelet, és kértem őket, hogy nézzék át a jelenlegi sportkoncepciót, és várjuk a javaslataikat május 20-áig. Kértük őket, hogy tegyék meg azokat a javaslatokat, észrevételeket, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az új sportkoncepció az tükrözze a város sportéletének véleményét, de ezen felül természetesen az említett urak is, mint egyéb szövetségek, szervezetek vezetői, Danyi Gábor, mint a sportlétesítmények igazgatója is kapott felkérést arra vonatkozóan, hogy küldje el javaslatait, és ezek után fogjuk elkezdeni a konkrét munkát a sportkoncepcióval kapcsolatban. Itt még egy pillanatra visszatérek, csak itt létesítményről is szó van, ugye a vízilabdásoknak nagyon érdekes helyzet állt elő, meg hát a többi egyesület is a létesítmény fenntartásában kap támogatást valamilyen módon, de ugye az uszodával van egy speciális helyzet, és most eszembe jutott, hogy kb. 2 hete voltam én a hatásiban, és akkor beszéltünk erről, hogy ott nagyon nagy problémák vannak. Nem tudom, alpolgármesterről tudja ezt a problémát, és hogy mi a megoldás. Fizetnie kell az egyesületeknek, az uszoknak is fizetni kell, és lassan elfogy a keretük. Természetesen tudok, hiszen folyamatosan beszélgetünk, és van párbeszéd a sportszervezetek, és közöttünk bizottság, illetve nekem is, mint alpolgármesternek. Amikor a új ügyvezető igazgató belépett a Pécsi Fürdő Kft. Életébe és munkájába, akkor abban állapodtunk meg, hogy próbáljon meg egy olyan egészséges órarendet kialakítani, amely valahol visszaadja egy kicsit a hullámfürdőt a pécsieknek is, a Pécset úszásra vágyóknak is. Ez az órarend nyilván változásokat hozott és problémákat is felvetett. Ennek volt egy gyakorlati időszaka, amikor megpróbálták ezt alkalmazni. Nyilván, hogyha korrekcióra van szükség, akkor ezt meg fogják tenni. Az a díj, amelyet meghatározott a hullámfürdő, az teljes mértékben eltér a piaci mértéktől. Természetesen nyilván, mi a sportegyesületekről van szó, elfogy a keretük, akkor az önkormányzatot fogják megkeresni, hogy próbálja meg támogatást biztosítani. Ez az év az első olyan gyakorlati év, amikor valahogy az új rendszer és az ott sportolók életébe ez kialakulhat egy olyan egyensúly, ami megfelel a sportszer. Bocsánat, a sportszer. Nagy kérdés az, hogy ha nem lenne ennyi sportolói edzés óra, akkor több lenne a
civil vendég? Természetesen ez kimutatható az elmúlt években. Tehát itt ez a vissza, így van, tehát ha visszamegyünk a pécsi fürdő életébe sok-sok éve ezelőtt, is nem számítjuk bele azokat a bezárásokat, amelyek a tetőleszakadás miatt meg kellett tenni, akkor a cég árbevétele rohamosan csökkent, ahogy például ugye a vízilabda is egyre inkább nagyobb teret kapott az úszodában, ahogy egyre több úszó jelent meg, illetve az úszásoktatás is elfoglalta a pályákat. Tulajdonképpen eljutottunk 2008-ig oda, hogy ezt a kieső árbevételt teljes mértékben a pécsi önkormányzatnak kellett lefinanszírozni. Én nem egy esetben találkoztam kellemetlen szituációval, korábbi ügyvezető igazgató úr megérkezett és jelezte, a holnapig 6 millió forintot nem bocsát rendelkezésre az önkormányzat, akkor lekapcsolják a villanyt. Ez többször is előfordult, nagyon sokszor fizetési nehézségek merültek föl. Ebben az évben most megoldott az úszoda finanszírozáson a költségvetésbe előre azt az összeget határoztuk meg, amelyet a tavaly évben az ügyvezető igazgató feladata, hogy próbálja meg az árbevételt növelni, hogyha figyeljük a tévé rádióadásokat, akkor hallhatjuk, hogy egy offenzív marketing tevékenységbe kezdett az úszoda. Én nagyon bízom benne, hogy a pécsiek visszaszoknak, és lesz árbevétel. Azt kell megtalálni, azt az egyensúlyt, ahol még ugye azért az árbevétel is megfelelő mértékű, de azért használhat az úszoda. Nyilván a legkézenfekvőbb az lenne, hogyha lenne még egy úszodája Pécs városának. Külön lehetne választani. Így van. Az is egy megoldás lenne, amit sokszor felvetnek, hogy ott a hullámfürdő területén épüljön egy 33-as medence. Erre van amúgy egy olcsóbb megoldás is, amit vizsgálunk, egy ilyen 100-150 millió forintos beruházással, egy sátras megoldással meg lehetne oldani, keressük a forrás, sajnos az önkormányzatnak most erre forrása nincs. És itt akkor nem tudom, ehhez elnök úr valamit esetleg, nem? Jó, akkor viszont átúszunk egy picit a szabadidős tömegsportba, ugye a két dolog nem ugyanaz, gondolom én. Érkezett egy kérdés, az előbb el is futtattam, itt csak közben másról kezdtünk beszélni. Ez a kérdés lényege, ami szerintem évtizedek óta működik itt, még mikor önök talán kisdiákok voltak, akkor is ez volt a probléma, hogy a városnak mennyiben kell támogatnia a tömegsportot és a szabadidősportot, illetve elegendő az az összeg, ami most rendelkezésre áll, megmondom őszintén, most nem tudok összeget, de valaki azt írta, hogy Szegeden 50 millió forint körül összeg áll rendelkezésre a szabadidősportba. Lehet, hogy a polgármester úrnak erről van információja, polgármester úrtól esetleg a szegedi Botka László úrtól. Nem ismerem részletében a szegedi támogatási rendszert. Nyilván szoktunk konzultálni, és nézzük egymás rendszerét, illetve azokat a támogatási formákat, amit egy-egy önkormányzat biztosítani tud. Az lényeges, és ez a most működő sportkoncepcióba is megfogalmazásra került, hogy évről évre egyre kevesebb jusson az e-sportra, és az idei évben is teljesült ez a kívánalom, ahogy a tavalyi évben is, arányaiban, ugye bár csökkenő főszegről beszélünk, de arányaiban csökkent az e-sport támogatási aránya és összege is, míg az utánpótlássport tömegsporté pedig növekedett. Ennek úgy nagyon szeretne valamit mondani már. Igen, én azt szeretném elmondani, hogy nekem rendelkezésen azért az összeg, tehát szabadidősportra 11 millió 50 ezer forintot fordít az önkormányzat ebben az évben. Én azt gondolom, hogy ez azért nem egy olyan kicsi összeg. Nem kívánom megkérdőjelezni a tisztelt kérdezőnek a véleményét, hogy Szegeden 50 milliót fordítanak. Lehet, hogy Szegeden az e-sportra nem fordítanak annyit, tehát tényleg nem tudjuk. Tehát ez minden szubjektív és viszonyítási alapkérdése. Ami nagyon fontos, és azt el szoktuk mondani, de ez volt az első év, amikor valós számadatok is rendelkezésre állnak, hogy azért az önkormányzat ezeken az összegeken felül még majdnem ugyanekkora összegű támogatást nyújt, és ebben ugyanúgy mind a szabadidősport, mind az élsport is belefoglaltatik, ez pedig maga létesítmény használat, amiről már eddig volt szó, és amit egy picit érintettünk a hullámfürdőnek a kapcsán. Ebben az évben minden érintettnek szintén küldtünk egy levelet, és kértük őket, hogy számszerűsítsék azt a kvázi természetbeni juttatást, amit az egyesületek, csapatok részére nyújtanak, és végül is nem ért minket akkora meglepetés, mert a körülbelülire besatszolt ilyen 150 millió forintos összeg az úgy tűnik, hogy ez mindenféleképpen áll, sőt valószínűleg még ezennél magasabb is.
tehát ez megint egy szubjektív dolog, tehát tényleg az nagyon fontos szerintem, hogy a kezdeti, tehát a 2007 év elejei 76%-os élsport támogatásról ebben az évben 62%-ra tudtunk már menni. Most a sportkoncepció szerint 2009-ben 35%-ot kellett volna adni az élsportnak. Most, hogyha ezt mi megtesszük, és ugye gyakorlatban alkalmazzuk a sportkoncepciót, akkor nem csak a vízilabdások, hanem valószínűleg a teljes pécsi élsport az a fejünket követelni, és jönnének itt a kérdések, hogy akkor ezt hogyan is gondoljuk. Hát 2004-ben egy ilyen sportkoncepció született. Ez is pontosan indokolja azt, hogy ezt aktualizálni. Van ám itt egy nagy kérdés a tömeg és szabadidősporttal, az, hogy ez mennyire tud finanszírozó lenni, és mi az, ami még ebben beletartozik, mert én most voltam Hévízen a hétvégén, és ott vannak rekreációs szállodák, amit magyar ember nem is nagyon tud megfizetni gimnasztikával és egyéb szabadidős elfoglaltsággal, és mi az, ami az önfinanszírozáson felül esetleg támogatásra szorul. Gondolok itt arra, nevezési díjak vannak, egyéb dolgok, az eszközöket saját maguk viszik, és így tovább. Szóval ilyen szinten is kell ezt a dolgot, gondolom én, vizsgálni. Nem tudom, hogy érthető-e a kérdés, amit most én feltettem. Nagyjából. Én azt gondolom, hogy van a... Szándékosan nem mondok sportágot, és nem mondok jó elfoglaltságot. Most ez egy olyan dolog, hogy ugye nem, tehát szeretnék nagyon úgy fogalmazni, hogy később ebben ne legyen probléma. Ne sértődjön meg senki. Nem is erre gondoltam. Néhány héttel ezelőtt lehetett olvasni a sajtóban arról, hogy egy bizonyos sportághoz kapcsolódóan egy kezdeményezés indult, amely ennek a sportágnak egyfajta akadémiáját jelenlegi pécsi válogatott vagy ex-válogatott élsportoló égisze alatt megkezdeni a működését. Ezt nyugodtan meg lehetne nevezni. Nem szeretném, mert én nem... Mert ott voltunk. Nem szeretnék én holnap... Még 5000-en. Jó, akkor közleményre ébredni. Igen? Úgyhogy ez teljesen. Én azt gondolom, hogy aki sportba jártos tudja, hogy mire gondoltam. Én azt gondolom, hogy ezek lehetnek azok a kezdeményezések, amire Laci bácsi te is utaltál, ahol ugye ez a finanszírozhatóság. Tehát itt az én ismeretem szerint egy alapítvány áll, illetve fog állni emögött a kezdeményezés mögött, ami alapítványt ugye lehet támogatni, ez adó szempontból is a támogatóknak egy egészen más féle... Hogy is mondhatjuk, hogy a önerő. Pontosan, tehát erről is szól a történet, és a városnak egészen más típusú támogatást kell az ilyen kezdeményezésekhez adnia. Sokkal könnyebben tudja a város, és azt gondolom bármely város, nem csak Pécs városa, ezeket a támogatásokat megadni, mert ez nem konkrét pénzbeli támogatás. Ez egy olyan kezdeményezés, amikor valaki a saját tudását, eddigi tapasztalatát, jó hírnevét teszi bele egy kezdeményezésbe, és a város pedig egészen másféle támogatást ad hozzá. Én azt gondolom, hogy a szabadidős sport terén is, és akár az említett rekreációs központok, most nem gondolom azt, hogy holnaptól fogva itt tucatjával fognak a földből kinőni Pécsen a rekreációs központok, de azt gondolom, hogy ez egy olyan jó kezdeményezés lehet, amely példamutató lehet a városban, és akár ebben a szegmensben is. Következő kérdés, alpolgármesterem, tetszett látni, láttam, hogy nézte a képernyőt, a 3 éves támogatásokat miért tetszettek megszüntetni, vagy miért szüntek meg, ugye most épp a vízilabda járt le legutoljára. Tudnék, mindenkinek az volt a vélemény a tegnapi nap, és akivel beszéltem, hogy itt nem csak az a probléma, hogy az egyesületek nem tudnak számolni bizonyos keretösszegekkel, akár 2-3 évre is, hanem hogy nem lehetne ezt akár ciklusokon átívelően megkötni a szerződésben. Tudom, hogy ez nagy békjót jelent, és nagyon beszűkíti az önkormányzatok mozgásterét, de van benne valami logika. Minden évben felvetődik, azt gondolom, hogy nem volt még olyan sportfórum, ahol én ott lettem volna, hogy ez a kérdés nem merült volna fel. Ezek a 3 éves szerzések lejártak. Nyilván, amikor az önkormányzat tervez, akkor évente tervezi meg a költségvetését. Nagyon nehéz összehangolni az ilyen hosszú távú szerződéseket. Gondolok itt például arra, hogy a város más gazdasági társaságait, hiszen is sportcégekről is beszélünk, akiket támogat az önkormányzat, ők számukra is évről évre állapítjuk meg azt az összeget, amivel a működésükhez hozzájárulunk. Ha egy kiegyensúlyozott gazdasági helyzet lenne,
az országban, Pécs városában, ha egy kiegyensúlyozott költségvetés lenne, ha az Európa Kultúra és Fővárosa Program finanszírozása úgymond nem koncentrálná a forrásokat, hiszen a pécsi költségvetés kiadását, ha megvizsgáljuk, akkor azt lehet mondani, hogy több mint fele az Európa Kultúra és Fővárosa Program beruházások finanszírozására megy, akkor lehetne egy olyan időszak, lehetne egy olyan gazdasági időintervallum, amikor meg lehetne ezeket kötni. Tehát ezek gazdasági hatások, gazdasági vonatkozásai vannak. Természetesen nyilván fontos lenne a szervezetek számára, hogy kiegyensúlyozottan tudjanak tervezni. Fontos a szponzorok szempontjából, hiszen egy szponzor, hogyha látja, hogy a város ott áll mögötte hosszú távú sportágnak, akkor könnyebben nyújt finanszírozást. Jelenleg nincs ilyen helyzet, sem a pécsi költségvetésben, sem a magyar gazdaságban, hogy most hosszú távú szerződéseket tudjunk kötni. Amúgy én úgy látom, hogy azok a szervezetek, amelyek ilyen szerződést kötöttek, eredményekben nem látszik meg az, hogy évente kapnak támogatást. Ez a gazdasági háttere mindig a sporttevékenységnek. Én nagyon bízom benne, hogy eljön az az idő, amikor lesz lehetőség ilyen szerzéseket. Csak hogy értsük, és a nézők is értsék, ugye a 3 éves támogatás az garantált összeget jelentett. Tehát amit mondjuk 2005-ben mondtunk ki, azt kellett adni 2007-ben is. Jól érzékelem ezt? Most ez azért a mozgásteret beszűkítette. Nyilván a prémiumok jöhettek, hogyha esetleg nemzetközi eredmény volt, vagy bajnokság, első hely. Úgyhogy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban van valami hozzáfűzni valója elnök úrnak. Igen, nekem alapvetően ez egy 22-es csapdája volt annak idején. Amikor közülés megválasztott a bizottság elnökévé, akkor ugye természetesen én is elkezdtem tájékozódni, hogy hogyan fogjuk tudni a legjobban elvégezni ezt a munkát. És azzal kellett szembesülnöm, hogy van a város sport életét, azt gondolom, hogy legmélyebben és legkonkrétabban meghatározó sportkoncepció. És ez a sportkoncepció ennek részét képezte a támogatások odaítélése. Ez ugye ma este is már elhangzott, hogy uniós alapelvekhez minél jobban kerüljön szinkronba városi sporttámogatások rendszere és összege. Ebből fakadóan fokozatosan csökkenteni kell az élsportra jutó összeget, és folyamatosan növelni kellene az utánpótlás, tömegsport, diáksport, szabadidősportra fordított összeget. Ugye Nyugat-Európából is az a bevett példa, hogy az önkormányzatok nem pénzösszeggel támogatják az egyesületeket, akik ugye profi egyesületek legfőképpen. Hát, gyakorlatilag a profi egyeset nem is kap pénzt. Pontosan, hanem létesítményben segíti, és a város szerepe az legfőképpen pontosan a tömegsport, szabadősport, diáksportra korlátozódik. Tehát megszületett egy koncepció, mindezek után egy évvel a bizottság hozott olyan döntéseket, illetve egy évvel később még egy olyan döntés, konkrétan a vízilabdát, mert ők nem voltak benne az első körben, amivel egyszerűen saját maga számára kivitelezhetetlenné tette a koncepció megalkotását. Tehát én szerintem ez a 22-es csapdája, hogy 3 éves szerződéseket lekötök, de közben van egy saját magam által létrehozott koncepció, de egy későbbi döntésemmel meggátolom a koncepció betartását, és mind a két döntést én hoztam. Tehát ez egy nagyon faramúci helyzet véleményem szerint, ezért döntöttünk úgy, hogy mindenféleképpen ezt a 3 éves támogatási rendszert egyrészt azért, mivel az éves sporttámogatási összegeknek a 76%-át felemésztette. Tehát akkor nem beszélhettünk 11 millió forintos szabadidősportról, és ami számomra ennél jóval fontosabb, hogy az utánpótlásra fordítható 17,5 millió forintos összeg az most már 49 millió forintra kúszott fel. 3 év alatt. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy olyan eredmény, amire személy szerint én is, de a bizottság minden tagja büszke lehet. Ezért kellett a 3 éves szerződéseket felmondani. Én amúgy látok arra lehetőséget, nem zárom ki annak a lehetőségét, hogy a jövőben esetlegesen ismét legyenek olyan szerződések, amelyek garantálják valamilyen szinten az egyesületek bevételét. Azt gondolom, hogy ezt mindenféleképpen meg kell előznie a sportkoncepció aktualizálásának, mert ha hozunk egy koncepciót, akkor azt tartsuk be, és igyekezzünk olyan koncepciót hozni, amit be is tarthatunk. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kettősség ebben a kérdésben. Ezen felül
Én maximum úgy tudnám elképzelni, de félek attól, hogy lenne olyan egyesület, akinek ez sem tetszene, hogy egy kisebb összegű fix támogatással és egy eredménycentrikus, eredményorientált, ám de ennél ebből fakadóan magasabb prémium összeggel. Mert ugye ez lenne a lényege az egésznek, hogy azokat a sportágokat támogassa az önkormányzat kiemelten, akik valamilyen szinten a már korábban említett négy pillérnek kiemelkedően megfelelnek, vagy ugye a koncepció, de hát a koncepcióba meg természetesen a négy pillért be fogjuk emelni. Tehát nagyon sok kérdés van, én azt gondolom, hogy a koncepcióalkotás kapcsán ezek mind fel tudnak merülni. Az a kérdés is felmerülhet, és szerintem fel is fog merülni, elbír a Pécs városa ennyi ez minden évben kiemelt felmerül, egyesületet, ennyi kiemelt sportágat. Mert per pillanat, ugye, ahogy, és nagyon örülök, hogy nagyon sokan csatlakoztak hozzá, mert tavaly évben pontosan ebben a stúdióban én voltam az első, aki kimondtam azt, hogy Pécs a kosárlabda fővárosa, és ez mostanra már tényleg egy olyan fajta realitássá vált, hogy mind a két kosárlabda csapatunk magyar kupát nyert. Tehát per pillanat ebben az évben azt gondolom, hogy mindenféleképpen a két kosárlabda csapat teljesítmény alapján rászolgált arra, hogy teszem azt, ővelük lehetne egy, nem is biztos, hogy három, de mondjuk egy két éves szerződést kötni. De nem is az évek száma a lényeges. De lehet, hogy változik a helyzet, és akkor megint be vagyunk szorítva egy olyan helyzetbe, amit előre nem láthatunk. Egy évvel ezelőtt semki nem gondolta volna, pár nagyon gyakorló tőzsdegurú kivételével szerintem, hogy ilyen mértékű válságba kerül nem csak Magyarország, hanem az egész világ. Tehát ez azoknak a szponzori szerepvállalásoknak a lehetőségét is rendkívüli módon beszűkítette, amelyet minden egyesület nem csak nálunk, hanem máshol a világon megérez. Tehát azt gondolom, nagyon összetett kérdés, ezt meg kell vizsgálni, ezért is küldtük ki ezt a felkérő levelet a városi sportélet legjelentősebb szereplőinek, de természetesen bárki, aki úgy gondolja, hogy ő neki van jó ötlete, nagyon szívesen várjuk az önkormányzat sportcsoportjánál, a kollégák állnak rendelkezésre. Meg kell vizsgálni ezeket a kérdéseket. Csak egy én szúrom közbe, hogy milyen módon ösztönzik a magán cégeket arra, hogy beszálljanak sportegyesületekhez. Mindjárt elmondom, hogy miről van szó. Van egy nagyon jó példa Pécset, a PMFC labdarúgó csapat, ahol ugye Matyi Dezső alányult az egyesületnek, és nagyon szép eredményeket érnek el, remélhetőleg NB1-esek lesznek. Bízunk benne. Ők is kaptak 45 millió forintot, ha jól érzékelem, nem 40-et, bocsánat. Tehát, hogy oly módon, hogy a támogatást továbbra is fenntartja az önkormányzat, vagy mondhatom a női kosárlabdát, ahol szintén vannak magánszemélyek bizonyos százalékban. Tehát mennyire érdemes még az önkormányzatnak tulajdonrészt vállalnia, akár 49 vagy kevesebb százalékban, hiszen ha nem tud beleszólni úgymond az egyesület gazdasági működésében vagy egyéb folyamatba, attól még támogatást tud adni, akár létesítményben, akár esetlegesen pénzügyi támogatást. Én azt gondolom, hogy itt ugye két befektetőről van szó, vagy két magántulajdonosról, akik beszálltak a pécsi sport világba, ugye a női kosárlabdásoknál is. De ennek örülni kell, és ennek, gondolom, így van, az önkormányzat levesz terheket. Ez bácsi, óvatosan, mert azért voltak a közülésben olyan hangok, hogy ez nem egy pozitív dolog. Tehát én azt gondolom, hogy ez de valójában így van. Mi ebben a nem pozitív? Csak kérdezem, hogy önöknek erről mi a vélemény? Ez abszolút pozitív, én azt gondolom, és meg is látszik a csapatok, hogy pozitív. Tehát az idő ez igazából szerelem, tehát ez nem kellett... Ez az úgynevezett érzelmi. Igen, tehát ez nem kellett ehhez önkormányzati ösztönző rendszert kitalálni. Matyi Dezső beleszeretett a fociba, az urak, akik befektetőként megjelentek, ők meg már addig is nagyon szerették a női kosárlabdát. Ennek nagyon örülünk, és azt gondolom, hogy megtaláltuk azt a közös hangot mind a két tulajdonostárssal, amikor már nem feltétlenül kell, hogy az önkormányzat többségi tulajdonos legyen egy cégben. Ugye a PMFC Sport Kft-ben az önkormányzatnak összesen 4%-os tulajdonjoga van. Ez inkább jelképes. Tehát inkább egy jelképes, és ha megvizsgáljuk a támogatást, akkor ugye ez kevesebb, mint tavaly, és a tavalyi évi fele volt, mint a tavaly előtti támogatás, tehát ez egyértelműen bővítette a finanszírozási mozgásteret.
A hölgyeknél is sokat javult, ugye ahogy a férfi csapatnál, a női csapatnál is a tavaly évben egy ingatlan apporttal segítettük a cég működését, amit ugye értékesített a társaság is, amennyit beaportált az önkormányzat, a magántulajdonosok ugyanannyit mellé tettek. És ez is ugye új forrásokat von be a kosárlabda, a női kosárlabda finanszírozásába. Ez nagyon jó dolog. Én még nem látom azt az ösztönző rendszert ezen a szerelmen kívül, hogy az önkormányzat ezt hogy tudja elősegíteni. Nyilván a létesítményekkel valószínűleg. Egyrészt, másrészt pedig nyilván azok a gazdasági társaságok, akik megjelennek Pécsen, beruházást eszközölnek, munkahelyet teremtenek, és szükségük van marketingre, szükségük van megjelenésre, egy helyi társadalmi elfogadottságra, ők mindig keresik azt a lehetőséget, hogy ezt hol tudják a legjobban megtenni, és hála Istennek az elmúlt időszakban a sportegyesületekre is sokszor esett a választásuk, és amikor megjelentek új tulajdonosként, új befektetőként Pécset, akkor megtalálták a kosárlabdát, megtalálták a kézilabdát, ugye látjuk a szponzori kör bővülését, és én azt gondolom, hogy ez jó irány, mert egy nagyon, a pécsiek nagyon szeretik a sportot, tehát egy jó megjelenési lehetőség, és ha egy-egy ilyen szponzornak az elfogadottság is nyilván helyi társadalomban. Az ösztönzést én úgy értettem, hogy szükségszerű, hogy az önkormányzat háttérbe vonul, támogatásilag, tehát kevesebb pénzt ad az egyesetnek, vagy éppen azt kéne megmutatni, hogy igenis adunk, vagy más formában nemzetközi szereplés, támogatás, a kupa szereplés, különböző létesítmények, egyéb dolgok. Tehát igen, én igen. Így értettem az ösztönzést. Igen, így lehet. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy most így összességében több mint 20%-a csökken. Tehát, hogyha még belevennénk az inflációt, ugye, hogy nominális értékben, reál értékben, tehát ez egy jelentős csökkenés, és ehhez képest, hogyha megnézzük a sportcégek főösszegeit, mérleg főösszegeit, akkor növekményt láthatunk, ami azt jelenti, hogy a bevételi oldalon ugye nyilván növekedett a nézőszám a jegybevételből, illetve az új szponzorok megjelenésével is. Nem beszélve, hogy a környezet is esetleg szebb lesz. Bővült ez a forrás. Megmondom őszintén, nagyon picit visszatérve 3 éves szerződésekre, azért egy sportvezető is egy kicsit el tud kényelmesedni, hogyha minden évben tudja, hogy az igen. A fix 40-50 akárhány millió forint az neki bejön, és egy kicsit úgy érzi, hogy akkor nem kell annyi mindent megtenni, hogy újabb finanszírozókat vonjon be egy-egy egyesület életébe, de ez is mutatja, hogy mennyire jó sportvezetők vannak Pécsvárosában, hogy amikor ez megtörtént, azonnal reagáltak, és nézzük meg a fiú vízilabdásoknál az új szponzoroknak a megjelenését, a névadó szponzor megjelenését, vagy főtámogató megjelenést a fiúknál, fiú kosarasoknál, a lány kosarasoknál, megjelent, tehát elkezdtek dolgozni, elkezdtek marketinget csinálni, ami én azt gondolom, hogy alapja lehet ennek. Olyat fogok mondani, amiért valószínűleg a kedves nézők meg fognak kövezni engem, hogy annak ellenére csökkent a támogatás és nehéz a gazdasági helyzet. Én személy szerint, aki hát napi és minden órai résztvevője vagyok ennek a dolognak, nem látom azt, hogy nagyon csökkent volna a teljesítmény, sőt, én azt látom, hogy akár a kézilabdát nézem, ugye NB1-et küszöbén, akár a kosárlabdázást, akár a labdarúgókat, de mondhatom az egyéni sportágokat, amire majd külön kitérünk. Én úgy érzem, hogy ha nem is növekedett mindenhol, de mondjuk egy jó stagnálási szint megvan. De visszatérve még az előzőre, van-e ehhez a témához valami, mert már itt elfutott egy kérdés negyed órával ezelőtt, és menjünk akkor erre? Kérdés, igen. Kulturális főváros program, EKF, erről most egy mondatban már tetszett beszélni. Én azt kérdezem, nem is azt kérdezem, mert itt az volt a kérdés, hogy miért nem szerepel a sport. Valószínűleg szerepel. Valószínűleg van elképzelése a városi vezetésnek. Viszont miért nem hangsúlyosabb? Én azt kérdezem. Tehát miért nincs egy karakteresebb megjelenése ennek a program halmaznak, mert itt tegnap a jeles képviselője a Pécsi Sportnak nagyon szívesen ötletelnének, nagyon szívesen hoznának ide volt kulturális és leendő kulturális főváros a csapatokat, kézilabdába, kosárlabdába, semmi más nem várnak, csak azt, hogy a városi vezetők üljenek le és mondják el, hogy mi az elképzelés. Én tolmácsoltam egy kérést a sportvezetők felé,
kaptam is rá választ, tehát hogy írják össze, hogy ők miben gondolkodnak, hogy melyek azok az események, amelyek 2010-ben sporteseményként a Kultúra fővárosaiban megjelenhet. Nagyon sok javaslatot kaptunk, természetesen ezt továbbította a menedzsment központ felé. Azt látni kell, hogy azért a Kultúra fővárosa program pontjai azok legfőképpen a kultúrára koncentrálnak. Én azt sem tudom, bocsánat, hogy ez a menedzsment dolga, vagy pedig a városi vezetés dolga ennek a... A programalkotás Pécs városában az úgynevezett művészeti tanácsnak a dolga, amelyet ugye az oktatási miniszter és korábban polgármester úr felkérésére végeznek kulturális szakemberek. Tehát egy úgymond független testület, amely összeállítja ezt a programjavaslatot. Természetesen vagy úgy dönt, hogy pályázatot hirdet, ahogy a tavalyiben, vagy bevonja a kultúrai szereplőket, és onnan vár programjavaslatokat. Ez történt meg tulajdonképpen a sportszervezetek részéről, és én úgy tudom, de nyilván ez most nem az én feladatom, hogy lelőjek egy-egy point, de vannak olyan előkészületek, amelyek világversenyként jelennek majd meg 2010-ben. Ennek nyilván meg lesz a marketingje, a bejelentésé, most ezért tartózkodnék attól, hogy itt jelentsen be, nyilván ennek meg lesz majd. De akkor az önök véleményét abban kérdezem, hogy a karakteresen jelenik ez meg? Mert aki nálam vendégként bejön, hadd ne mondjak neveket, ő is elmondta, hogy igen, 2010-ben rendeznek világversenyt, junior szinten tervezik, és stb. Senior szinten is. Igen. Tehát lesz ennek valami karakteres megjelenése, esetlegesen hozzáépülhet valamilyen tömegösszefogás, társadalmi összefogás, gondolok itt a volt kulturális fővárosok sportversenyére, kézilabdatornákra, egyebekre, ökölvívó meccsekre is így tovább. Elnézést, hogy többbe szóltam. Igen, tehát vannak ilyen kezdeményezések, bár én azt gondolom, hogy a minden ilyen kezdeményezés, mozgalom az valahol a sportegyesületek részéről kell, hogy érkezzen. Az önkormányzat maximum kereteket tudja ezt biztosítani, illetve abban tud segíteni, hogy ezeknek az eseményeknek a marketingében akár anyagilag is támogatást nyújthat. Tehát azt gondolom, hogy ha ilyen javaslat van, mindig is nyitottak voltunk, és vannak olyan erők, legalább 3-4-ről tudok olyan világversenyről, amely 2010-ben itt Pécset lesz, és ennek már megy a marketing tervezése, ez a menedzsment központ feladata, tehát nem a művészeti tanács, a menedzsment központ feladata, tehát készülnek erre. Ennek nyilván meg lesz majd a bejelentése, meg minden a maga idején. Ez nem a városvezetők feladata, hogy ezeket megtegyék, hanem nyilván sportszervezeteké. Elnök úr, buzgó jegyzetel. Igazából most én csak azokat az eseményeket írtam föl, amikről én tudok, de ugye a polgármester úr is említette, hogy most nem tudjuk, hogy lőjük le, vagy ne lőjük le. Biztos vagyok benne, hogy aki most nézi a közvetítést, akkor azt mondja, hogy jó, hát persze, így beszélnék a fiúk 5 perce, de hát még nem mondtak egyetlen egy rendezvényt sem. Hát ez előfordul máskor is. Igen. Nem csak. Na, de akkor csak azért, hogy mondjuk, tehát ugye szenior tájfutó VB szervezése zajlik, ez ugye azért merem elmondani, mert nyilvános, mert az ezért döntésünkben, ez szerepel konkrétan nevesítve, és 1 millió forintot adtunk ebben az évben ennek a rendezvénynek az előkészítésére. Tudomásom van arról, hogy Pécs város testvérvárosaiból érkeznének csapatok, akik tehát a testvérvárosok kosárlabda kupáját bonyolítanák le, és ebben terv szerint korábbi EKF városok csapatai is hivatalosok lennének. És én nekem arról is tudomásom van, csak sajnos azon családi okok miatt nem tudtam részt venni azon a megbeszélésen, amikor az Európai Kosárlabda Szövetség egyik nagyon magasrangú reprezentánsa tárgyalt Pécs városában szintén egy világversenynek a megrendezéséről. Erről is tudomásom van, de erről nem szeretnék én többet mondani, és akkor most mondtunk is már egy-két konkrétumot. Sportigazgató állással kapcsolatosan van egy kérdés, hogy lesz-e sportigazgató. Ugye a sportkoncepcióban, bocsánat, van egy olyan tétel, hogy ezelőtt 4-5 éve ezt a pozíciót létrehozza majd a város. Most én nem tudom, hogy erre van-e igény, nincs ilyesmi?
Én azt gondolom, hogy nincs, egyrészt jól működik ez a struktúra, ugye a sportcsoport felkéri az ágazatot, a szabadidősport is a koordinálása és a Városházán találta meg a helyét, a sportlétesítmények igazgatósága jól működik, lényegesen bővült a saját bevétele, tehát azt gondolom, hogy a gazdaságilag is megerősödött, és befogadó intézményként működik. Én nem érzem annak igényét, hogy ezeket a pozíciókat szaporítsuk. Tehát ez a rendszer így működőképes. Tehát lényegében nem kell még egy mesterséges dolgot létrehozni azért, hogy... Hát, hogyha ez, tehát ez is az egyik ok, hogy annak most csak megint visszakanyarulok, hogy a sportkoncepciót aktualizáljuk. Tehát erre valóban véleményem szerint nincs szükség. Volt társadalmi kapcsolatok bizottsága ülés már ebben az esztendőben. Mi az, ami körvonalazódik, mostanság is aktualizálódik, tehát milyen fontos teendők vannak, vagy lesznek ebben az évben? A legfontosabb teendő az a már említett sportkoncepció, és nem szeretném tényleg az időt rabolni azzal, hogy most még egyszer elmondom, tehát erről volt szó. Én azt gondolom, hogy tényleg megvárjuk ezt a május 20-ai határidőt, és utána egy olyan team el fog kezdeni dolgozni, aki tényleg szakemberekből állnak, és a beérkezett vélemények, javaslatok alapján készítenek egy olyan munkaanyagot, amely utána szintén ismét egy társadalmi vitára lehet bocsájtani. Én azt gondolom, hogy ebben az évben a szokásos feladatokon és munkánkon kívül ez meg fogja határozni a bizottságban a sport részt. Beszéljük egy kicsit arról, hogy megint nagyon sok egyesület vagy szervezet kapott támogatást. Ugye ez úton útfélen előkerül ez a szituáció, hogy inkább keveset adjunk sok embernek, vagy adjunk kiemelten többet. Nem fogok felsorolni egyesületeket, nyilván senkit megsérteni sem akarok, de hát vannak itt ugye 50 ezer forintos támogatások is, hogy ezeknek milyen hatásuk van. Kellenek-e ezek a pénzek? Illetve hát pontosabban elég ez valamire? Én azt gondolom, hogy szükségesek. Tehát itt nem arról van szó, hogy valaki 50 millió forintot kért, és mi 50 ezret adtunk. Tehát mindenki ugye egyrészt eleve kategóriák szerint vannak besorolva a pályázatok. Kérjük is, hogy így adják be őket. Tehát eleve maga a kategória az már nagyjából behatárolja az összegnek a plafon. Hát nincs meghatározó ilyen plafon, de mindenki tudja, és nagyjából természetesen mindenki jóval többet kér, mint amennyit tudunk adni sajnos, de hát természetesen ez is a szokásos éves stratégiának a része. De én azt gondolom, hogy azok, akik esetleg 50 vagy 100 vagy 200 ezer forintot kapnak egy évben, számukra az nagyon fontos. Tehát az ő számukra az a 100 ezer forint az sokkal fontosabb, mint egy nagy egyesületnek mondjuk 3 millió forint, aki 30 vagy 40 millió forintból gazdálkodik egy évben. Tehát én azt gondolom, hogy mindenféleképpen szükség van erre, és tényleg vannak olyan egyesületek, ahol jó magam is többször jártam már, tényleg csak említhetném a Pap Viktorékot, a Fordant, ahol hát nem is tudom, hogy milyen emberfeletti munkával is, ahogy ők az új sportközpontjukat létrehozták. Tehát ők sem több milliós támogatást kapnak a várostól, és ugye vannak mások, akik még ennél kevesebbet kapnak, de én azt gondolom, hogy számukra az nagyon fontos. Tehát így a kategóriákon belül ezzel a különbséggel, de én mindenféleképpen érzem létjogosultságát a kisebb összegeknek is. Egyéni sportágok, ugye nincs most olimpiai év. Így van. Hogy alakulnak majd a támogatások? Most beszéltem úszókkal például, ott megint úgy érzik, hogy kevesebbet kaptak. Most hadd ne mondjak neveket, mert valójában nem egy ember jelezte, hanem több. Jó. És hogy bár Európa-bajnokságra készültek, vagy készülnek, aztán utánpótlásnevelés, tehetséggondozás, és így tovább, tehát ezek összefüggnek. Én biztatnék minden sportolót, hogyha módjukban áll, akkor a Pécs TV szerkesztőségén kívül esetleg a bizottságunkat is megkereshetik, mert az én számom is nyilvános, illetve az ajtónk az mindig minden körül nyitva áll. Az időtésünket az befolyásolta, ugye, hogy nincsen olimpiai év, illetve nem is olimpiai felkészülésnek az éve, ezért visszaálltunk arra a támogatási mértékre, amit korábban alkalmaztunk. Ezen felül voltak, illetve van
egy-két nyitott támogatás, amelyet a bizottság önmaga felé megjegyzett, és egyrészt jelenléttől, másrészt pedig későbbi eredménytől függően mi betartalékoltunk valamennyi kicsi pénzt, hogyha esetlegesen ezek a feltételek megvalósulnak, akkor még tudjunk adni plusz támogatást is. Tehát én azt gondolom, hogy egy komolyabb eltérés van, ez pedig felfelé pozitív eltérés, és én nem szégyellem kimondani, ő pedig Sors Tamás, aki egy magasabb támogatást kapott, de azt gondolom, hogy ezt nem kell indokolni. Még annyit, hogy a fogyatékkal élők sportjával kapcsolatosan nem is az merül fel elsősorban, hogy kapnak-e támogatást, hanem hogy részt tudnak-e, integrálódni tudnak-e a városban, vannak-e olyan létesítmények, sportlétesítmények, hogy egyáltalán el tudnak-e jutni megfelelő módon. Most én nem tudom, hogy az előírások mire vonatkoznak, tehát mi az a határidő, amíg lehetővé kell tenni a bejutást minden intézménybe, de hogy ez jelenleg hogy áll a sport területén? Hát nyilván van határidő, jogszabály. És ez a sportra is vonatkozik, gondolom én. Attól függ, hogy milyen forrás tud erre biztosítani az önkormányzat. Amúgy rengeteg intézmény és létesítmény akadálymentesítése megtörtént. Ugye, hogy annak a megközelítése, amikor a közterületen milyen, az egy másik kérdés. Most például, hogy a nevelési központ környéke teljesen megújul, ez EU-konform, akadálymentesített közterület. Hogyha van olyan kérés vagy javaslat, hogy bizonyos létesítmények ebből a szempontból nem megközelíthetők, vagy nehezen megközelíthetők, akkor van erre pályázati lehetőség, van uniós forrás is, erre minden évben szokott pályázni az önkormányzat. Ennek megvan az a szakaszolása, amíg évek alatt tudunk eljutni majd nyilván egy lényegesen jobb szintű állapothoz. Én bízom benne, hogy ez minél hamarabb meg lesz. Ez a pályázatoktól és az önkormányzat anyagi forrásaitól függ. És hát akkor utolsó kérdésem, hogy bajnok lesz a férfi kosárlabda csapat? Hát nagyon drukkolom. Mert hogy ugye nagy események jönnek majd a rájátszásban. Egyébként elnök úr, a szabad egy személyes kérdés, volt ebből valamilyen hátránya önnek, hogy elvállalta a PVSK-s elnöki tisztséget? És bocsánat, hogy ezt most itt kérdezem, de hát nagyon sokan próbáltak itt különböző fogást keresni ezen a dolgon. Én azt gondolom, hogy az az élmény kárpótolt engem, amit kaptam ettől a csapattól, és nem csak én vagyok így egyedül, hiszen sok-sok pécsi örülhetett a kupának. Én mindig azon az állásponton voltam, hogy nem szabad különbséget tenni, és az a legveszélyesebb, amikor szembefordítanak sportszervezeteket egymással. Nagyon-nagyon örülök annak a kezdeményezésnek, hogy a női és a férfi kosárlabda a holnapi napon egy nagyon klassz dolgot művel, hiszen egy kosárlabda ünnep egymás után fognak mérkőzni, tétmeccseken, ingyenesen látogathatók. Ebben semmilyen politikai, semmilyen városvezetői nyomás nem volt, hanem ők találtak egymást, és ennek én nagyon örülök. Én nagyon bízom benne, hogy ez egy hosszú távú együttműködés lesz a két csapat között, és ezek a hangok elcsitulnak. Tehát nyilván nem kellemes, amikor támadják az embert, nem kellemes, amikor különböző megjegyzésekkel jelenítik meg a nevét, de ahogy mondtam, ez a megbékélés, ez az együttműködés, és azok az eredmények, amelyet azért hoztak a lányok is, hiszen kupa győzelme egy nagyon szép eredmény, és hoztak a fiúk is, ez engem kárpótolt. Zárszóként én még annyira hozzátenném, hogy még akartam valamit kérdezni. Abban is reménykedem, hogy azért a fiúk kézilabda csapat és a PMFC is megnyeri a bajnokságot, és egy osztálya feljebb tudnak szerepelni. Igen, tehát, és hát abban is reménykedjünk, hogy a lányok meg benn maradnak így az NB1-ben, a kézilabdások, holott ezt gondolom, hogy nagyon ismét terheket róna majd az önkormányzatra. Még egyetlen kérdésem van, hogy ugye lesz itt most egy nagyon nagy ünnepészség sorozat, hogy számíthatunk-e arra, hogy létesítményben valamilyen módon előre lép a város? Ez mindenhol fölmerül. Lesznek-e olyan tervek, amelyek esetleg az imént említett uszodára vonatkoznak, vagy olyan szabadidős központokra, amelyekben bárki bemehet és csekély ellenszolgáltatásért bármit sportolhat, és így tovább? Hát én bízom benne, hogyha tényleg egy kicsit túllendül az ország a válság, akkor lesz ilyen, hiszen akkor a válságot megelőzően volt nagyon sok érdeklődés, volt ajánlat. És voltak tervek is. Voltak tervek is. Amúgy az uszoda, ez a 33 méteres uszodának, ha jól tudom, akkor
készülnek a tervei, az, hogy lesz-e forrás, vagy nem, ugye ezt majd meglátjuk, hogy talán lesz pályázati keret, amire be tud nyújtani kérelmet. Jelenleg nincs olyan nagy jövő elképzelése az önkormányzatnak, hogy új sportlétesítményt építene. Ugye most ez csak azért nincs, mert nincs rá pénz, vagy pedig nincs rá mondjuk civil érdeklődés. Igen, van civil érdeklődés, van befektető érdeklődés, sajnos most nincsen. Ugye egy új létesítmény épül, ezt is rengeteget támadták a sajtóba, pedig az önkormányzat egy törvényi kötelezettségnek tette le. A teniszpályáról? Arra nem támadták, azt mondták, hogy sokba kerül a város. Ez sajnos így és hogy kevesebből is meg lehetett volna építeni, de hát én nem vagyok közgazdász, nem vagyok szakértő. A tervezők és költségbecslők, akik ezt készítették, ennyiből lehetett megépíteni. Pont most kaptam a levet a minisztériumtól, számoljunk be a beruházás állásáról, mert ők folyamatosan ellenőrzik azt, hogy megfelelő körülmények közé kerülnek. Megszűnik-e sportingatlan, újat kell létrehozni. Én bízom benne, hogy lesz még majd ilyen beruházás, kevesebb botránnyal. Nagyon szépen köszönöm, uraim, nagyon jó egészséget szépen. És jó erőt kívánunk a következő nagy feladatokhoz. Kedves nézők, önöknek köszönöm a figyelmet. Akik írtak nekünk, vagy telefonáltak, azoknak külön, a többieknek pedig azért, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Ez volt tehát a Sportfórum, sporttámogatásról, sportkoncepcióról és egyáltalán a sportról beszélgettünk. Ha valamit hozzá tudtunk tenni ennek a városnak a sportéletéhez, akkor örülünk. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!